Legyőzték a román bajnok Dunărea Galați együttesét a csíki hokisok. A sportklub a jégkorong Molliga alapszakaszában negyedik győzelmét aratta. A kék-fehér csapat végig irányította a mérkőzést, és 5-2 arányban megérdemelten húzta be a 3 pontot. A találkozó a román bajnokságba is beszámított. Ma este ismét összecsap a két együttes, aztán hétvégén a bukaresti Sportul Studențesc ellen lépnek jégre a csíkiak. Kisorsolták a labdarúgó románkupa 8-döntőinek párosításait. A Marosvásárhelyi ACA az FC Voluntárt kapta ellenfélnek, Kolozsvár a Jászvásári poli ellen lép pályára, míg a megyesi Gázmetán a fővárosi Dinamóval játszik. A legjobb 8 közé jutó csapat kiléte december 13-a és 15-e között dől el. Továbbra is anyagi nehézségekkel küzd a Maroskos Klub, amelynek játékosai ismét sztrájkkal fenyegetnek. A hétvégi Sztyáva elleni bajnoki mérkőzésen sajtóhírek szerint több alapember nem lép majd pályára. Hónapok óta zajló fizetéselmaradások és kifizetetlen szolgáltatások miatt egyre mélyebb gödörbe süllyed a Maroskos Klub csapata. Az együttes ennek ellenére egyre jobban teljesít, és a nemzetközi porondon tovább jutott a következő körbe. De a gondok egyre nagyobbak, tudtuk meg a klub alelnökétől. A tavalyi szezonra való elmaradás, a tavalyi szezonban itt játszó játékosok meg a kosárlabda klubhoz tartozó beszállítók, szolgáltatásokat nyújtó cégek felé adósságokról van szó. Hozzátette, ezeket az adósságokat akkor tudják rendezni, amikor megkapják a támogatást a városi önkormányzattól. Sajtóhírek szerint a holnapi Steaua elleni meccsre több alapember sem vállalta a játékot, és nem utazott el a csapattal Bukarestbe.